Mézeskalács, zsibvásár, halászlé és az elengedhetetlen sült keszegés kárász. Ezekből már tudja az ember, hogy Bátán jár a Keszeg Fesztiválon. A település egyik ikonikus rendezvényét 2 év után sikerült megrendezni. Az érdeklődőket kulturális műsorok, kézműves vásár és finom falatok is várták. Ezúton is köszönöm a kollégáimnak, akik mindent megtettek ezért, hogy tényleg minden a helyén legyen a mai óráig, és remélem még sokáig fog tartani ez a fesztivál, tehát tényleg mindenki kitesz magáért. Mivel a koronavírus miatt már több éve elmaradtak a település hagyományos rendezvényei, most ide szervezték az elszármazottak találkozóját is, amikor olyan emberek és hozzátartozóik térnek vissza a faluba, akik egykor itt éltek. Nagyon szívesen jövök most már több alkalommal erre a fesztiválra, ahol úgy látom, hogy az elszármazottak és az itt lévők is nagyon jó kapcsolatot tudnak tartani. Azt mondhatom, hogy nagyon jó vezető van, ahol a hagyomány ennyire becsbe van tartva. Minden elismerésem az ilyeneknek, akik a jövőbe adják a múltat, és az idős szülők, akik még élnek, becsben őrzik ezeket a rendezvényeket és azokat a ruhákat. A rendezvényen nem csak a kulturális műsort és a finom falatokat élvezhették az elszármazottak sem. A nap során minden jelenlévő megismerhette a jövő évi Sárközi Lakodalom házasulandó párját is. Bemutatjuk a Sárközi Lakodalom 2023 vőlegényét és menyasszonyát. A vőlegény Imrő Péter, a menyasszony Karádi Anita lesz. Óriási bejelentést tettünk ma, hiszen hosszú évek óta úgy néz ki, hogy 2023-ban újra megrendezhetjük a Sárközi Lakodalmat. Ahogy említettem, 1966-ban rendeztek először Sárközi Lakodalmat, és ugye nem minden évben, hanem több évente szokták általában a sárközi települések összefogásával megrendezni. Mindig más-más település rendezi a sárközi lakodalmat. 2023-ban Báta lesz a helyszín a sárközi lakodalomnak, és a pandémia óta most ez az első ilyen nagyszabású rendezvény, ahol mind az 5 sárközi település be tudja mutatni a népművészetét, a képzőművészetét, a gasztronómiai kínálatát, és bízom benne, hogy ez egy olyan rendezvény lesz 2023-ban, ami nem csak nekünk sárközi embereknek nyújt majd felhőtlen kikapcsolódást, hanem nagyon remélem, hogy az ország számos pontjáról fognak majd ide érkezni, és megtapasztalhatják a bátaiak kiváló vendégszeretetét. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos volna az, hogy kimozduljunk a komfortzónánkból ezeknél a rendezvényeknél, és nagyon szép, hogy magunknak megszervezzük, így az 5 sárközi település magának megszervezi ezt a rendezvényt. De én azt gondolom, hogy van kellő támogatás, mind anyagi, mind szellemi, mind elvi támogatás a tekintetben, hogy ezek a egyébként nagymúltú fesztiválok országos rendezvényekké nőjék ki magukat. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a település vezetőknek és nekünk így a Tolna megyei vezetőknek mindazon kell dolgozzunk, hogy ezek a rendezvények ezek valóban turisztikai szempontból is kiemelt fontosságúak legyenek. Báta úgy szeretné megrendezni a sárközi lakodalmat, hogy nyitni a vidék turizmusa felé, tehát mi nem nagyüzemi ételeket szeretnénk biztosítani az ide látogatóknak, hanem igazi bátai a skondérba főtt tyúkhúslevest, vaslábosba főtt pörköltet, és így tovább, amit úgy szeretnénk szervírozni, ahogy a régi időkben volt, mert a hagyomány az hagyomány, az ételkultúra, a gasztronómia az meg kell, hogy legyen, tehát, és arról még nem beszélve, hogyha ide látogat a vidéki, akkor annak enni és inni kell adni. Ezért nagyon szeretnénk megnyitni udvarokat, házi ételeket biztosítani ebédre a vendégeknek, természetesen tájjellegű és bátai ízekkel, és hát gondolom lesz pálinka udvar, borudvar, ez az amaz, tehát kézműves udvar, tehát szeretnénk egy színvonalas olyan rendezvényt biztosítani, ami nem csak az 5 sárköz szórakoztatására vagy ünneplésére szolgál.
A Tolna megyei közgyűlés alelnöke szerint a Kárpát-medence egyik legerősebb és legszínvonalasabb népművészeti egysége a sárköz. Hogyha megnézzük ma egyébként Európát és megnézzük a világ működését, akkor igenis azt gondolom, hogy ahhoz, hogy Magyarországot Magyarországnak hívják a következő 100 évben is, ahhoz nekünk most kell ezeket a tudásunkat, ezeket a hagyományainkat, ezeket a tapasztalatainkat továbbadni a következő nemzedék számára, hiszen Kodály Zoltán is megmondta, hogy kultúrát nem lehet örökölni, és az elődök kultúrája egy-kettőre elpárolok, hogyha minden nemzedék újra és újra meg nem szerzi ezt a tudást magának. Úgyhogy azt gondolom, hogy nekünk az a feladatunk, hogy ezt a népművészetet, a népművészeti örökségünket, a kincsünket a következő generációk is ugyanúgy, ahogy a mi generációnk is megtanulta és használta, és ezek ugye nem csak néptáncos motívumok, meg nem csak népművészeti motívumok, hanem mindegyik ilyen népművészeti csoport mögött egy közösség áll. Egy óriási közösség megtartó szerepe van ezeknek az együtteseknek, ezeknek az egyesületeknek, és hál' Istennek Magyarország kormánya támogatja is ezeket az egyesületeket, hiszen a Csóri Sándor programnak köszönhetően volt lehetőségük arra a néptáncosoknak és a zenekaroknak, hogy új viseleteket vásároljanak, zenekarokat fizessenek ki, a működésükhöz támogatást tudjanak szerezni. Úgyhogy alapvetően azt gondolom, hogy ma a népzene és a néptánc a jó periódusát és jó szakaszát éli. A sárköz legnagyobb rendezvénye várhatóan óriási turisztikai látványosság lesz, így az ország minden tájáról és a határon túlról is várják majd az érdeklődőket. A pontos időpontról egyelőre még nem lehet tudni.